A nyíregyházi csapat a minimális célkitűzést a hatközé kerülés már teljesítve lépett pályára a Szent Pál Akadémia együttes ellen, amely viszont még küzd a hatba jutásért. Az első negyedben jól dobtak a vendégek, így 9 ponttal vezettek 10 perc játék után. A második negyed döntetlenre végződött, majd fordulás után 7 pontot lefaragott hátrányából a házigazda. A záró játék részben azonban ismét beleerősített az NKS, így végül kevés pontos mérkőzésen magabiztos győzelmet aratott Farkasinszky Gyuláni együttese. Mi felmentünk úgy, hogy játszunk lazán, jól el vagyunk magunknak, és ugye a negatív dolog az volt benne, hogy egy este 8 órási mérkőzés volt. Előtte lévő héttel is 8 órától játszottunk volna, mert ugye az egyetemistáink azok elmentek síelni, ezért kéntek voltunk egy olyan időpontot kérni, ami a Szent Pál megadott, és ugye este 8 órát adott meg. Hát ez nem egy optimális mérkőzés időpont, de lehet, hogy Pesten sokat játszanak ilyen időpontban, de nekünk ez nem igazán. És valóban a maga mérkőzés is egy ilyen kicsikét álmos volt, kicsikét úgy nem pörögtünk, sok volt benne a hiba. És amikor az Orsi a pályára ment, akkor rögtön beálltak egy 2-3-as zónába. Na most ugye a 2-3-as zónát azt meg kell próbálni kidobni, maga a Gyuri viszont nem nagyon szerette ezeket a kinti dobásokat, vagy mi dobtunk pontatlanul, tehát a kettő közül valamelyik volt. És így azért húzódott lassan, ilyen álmosan, túl nagy pörgés, túl nagy agresszivitás nem volt a mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy ez azért nem, mert pont gazdag a mérkőzés, de tényleg mindenki szerintem az este 8 órát azt maximálisan érezte. Az elmúlt hónapok sűrű programja után ezen a hétvégén egy kis pihenőt tud adni a felnőtt csapat játékosainak a szakmai igazgató. Maximálisan ránk fél, próbáltuk is ugye ezt a mostani hétvégét szabaddá tenni, hogy akár a junior, akár az NB1-es csapatunk tagjai azok kipihenhessék magukat. Hát hál' Istennek nekik az összei sörben nincs mérkőzés, de a Zsós iróniája, hogy nekem viszont benne van egy U12, és így mi elmegyünk még szombaton Hajdúböszörménybe, de a többieknek azoknak jó, pihenhetnek, jó, ráadásul azért is, mert a következő héten már Bajára utazunk, ami nem a szomszédban van, és innentől kezdve ugye várjuk, hogy a csoportkörben hogy végeznek a többiek, és a piros csoportban is miként alakulnak a dolgok, de pont azt nézzük, hogy milyen a mi szerencsénk, hogy valószínűleg Sopronba fogunk menni, és a Sopron jön hozzánk, hogy ez majd megint nem egy kis távolság lesz, de hát ilyen az élet, próbálunk alkalmazkodni hozzá, az a lényeg, hogy most azért tényleg mindenki egy rövidet fog tudni pihenni. Az amatőr NB egy fehér csoportjának tabelláját a Zsíros Akadémia kőbánya vezeti 12 győzelemmel és 3 vereséggel. A második Zalaegerszeg és a harmadik nyíregyházi kosársuli 5 vereség mellett 10 alkalommal győzött az eddigi 15 mérkőzésen.